Most már szívni várjál. Sziasztok, én Spelget vagyok, és mint láthatjátok, ez itt a Social Gaming, és itt van velem Triton. Sziasztok! És a mai videóba be fogjuk mutatni ezt a... mondjad... Tomaszállító melót. Ja. Ez a Social Gaming, mondjad, mikor nyílt? Hát nem régiben. Nem régiben, egy hete körülbelül. Hát kb. Egy hete konkrétan. Beta verzióban van, szóval lehetnek még bugok a szerveren. Ha bugot találtok, fórumon jelezzétek. Van egy külön topik, majd leírásba a Spygot barátunk belinkeli. Ja, én még jó. Annyit, hogy pár embernek feltűnt, hogy nem volt mostanában a videó. Ez amiatt volt, hogy kórházban voltam több mint egy hétig, meg ugye lehet hallani a hangomon, hogy más mikrofonom van. Ugye ilyen pót mikrofon, féleség, mivel a másik az elromlott. Szóval, ja. Na, akkor. Én fogok vezetni, jó? Ja, én meg beszélek. Akkor ne állj bele a izébe, jó? Hát, gondoltam. Majd itt beszállok. Jöbetű? Az első dolgotok... Jöbetű. Az első dolgotok... Meg itt is felismernek mint... te. Hát, már le. Hallod is belém. Gratulálok. Első dolgotok, mint minden szerveren, elmenni a városházára. A városházát egyébként F11-ben látjátok. A rendőrség mellett van. Várjál. Na, rendőrség mellett van. Oda mentek, bementek, ott egy NPC. Rákattintotok, ugye mebetűvel behozzátok a kurzort. Tadi menj, addig beszél. Jó. Behozzátok a kurzort, rákattintotok az NPC-re. És behoz nektek egy kis ablakot, ahol négy munka közül választhattok. Most jelenleg a csomagszállító melót próbáljuk ki. És hát mutatjuk be. De miért nem néz? Hát csak megnéztem, hogy erre kell menni. Este van. Na. A térképen a csomagszállító telepet egy kék emberkével láthatjátok. Minimappen is és az F11-en is. Nyilván nem egy térképen. És ahova mennetek kell, azt egy zöld emberkével láthatjátok, ahol van most Spygot barátunk elvezet. Ja. Szép lassan. Milyen munkák vannak? Van még targoncás, meg... még... mi van még? Várjál. Van a csomagszállító, targoncás, ami... közünk... nem tudom. Én azt, hogy négy munka van, mindegyiket be fogjuk mutatni, úgyhogy nem kell aggódni. De nem egy videóba azt hozzátenni. Hát nem egy videóba. Egyébként ezt a csomagszállítós rendszert még nagyon más szerveren nem láttam. Mert ez nem az, hogy van egy kocsi, aztán járkálsz CP-ről CP-re, és... ja, és járkálsz CP-ről CP-re, és úgy kapod a pénzt. Hanem ugye már láthatjátok, hogy ez egy... mi ez? Mi ez? Itt dobozok vannak itt ugye hátul. Mindjárt megláthatjátok, hogy kell levenni. Ugyebár, kiszáll Spygot barátunk, oda megy a doboz elé, valamelyik elé, ő kiválasztja ezt a hátsót, nyom egy möbetűt, balklikkel a dobozra, leveszi a kezébe, teszi, besétel a CP-be, és átadja a doboz. Közben RP-zik a magunktól a kis karakterünk. Automatikusan RP-zik egyet. És kaptam 10 dollárt, alapból kapok 10 dollárt, és 5 dollára bolra való, de ez nem mindig így van. Igen. 1-től 5-ig, ugye? A bolra való 1-től 5-ig, minden dobozra pedig 10 dollár. Most a... oda kell menni, ahol lehet a jogsit csinálni. Gondolom az oda hely. Az a kék. Tuti. A kék. Jogsit azt... azt amúgy kéne csináltatni. Mert hogy... mondjuk rendőrt, de láttam tegnap rendőrt, és hát nem állított meg, megszabálytalankot. Mi ugye beta van, nagyon a frakciók azok még ugye benn sincsenek, csak a taxis, nem? Meg a rendőr, nem? Nem? A rendőr is, de nem működik, érted? Megállt a piros lesz pályát. Tudom. Út közepén, emberkék.
Azok ott el vannak, ő hagyja. De... Üsd el a gecibe, úgy van. Nyomorék. Nyilván 10 doboz van a platónkon. Minden dobozra 10 dollárt kapunk. Plusz még rámegy a borra való. Ugye minimum egyet kaphatsz borra valóra, és maximum 5-öt. 5 dollárt. Így ugyebár, bár a minimum, amennyit megkereshet a csomagszállítóval, hogyha mind a 10 dobozt leadod, az ugyebár 110 dollár, maximum az meg 150 dollár. És 12 dollárt kaptam. Egy ilyen 20 perc alatt egyébként le lehet adni az összes csomagot. Legalábbis nekem sikerült 20 perc alatt. Én is mértem, de most már fogom. Igen. Nem kell most messzire menni, itt van a közelben. Szép volt. Miután egyébként leadtátok az összes csomagot, el kell menni majd újra a csomagszállító telepre, és ott van egy árufeltöltő, amiben beleálltok, és újra kaptok dobozokat 12 dollár fejében, és megint mehettek leszállítani, ugyanígy. Igen, mikor leadom én... a dobozt, akkor így ott úgy marad az a anim, tudsz. Igen, de üttök egyet, vagy valami, akkor vissza. Azt az sajnálom, hogy nem működik a, ami a görgőmön van bint, a dive. Te a görgődre rá mindent a dive-ot. Amúgy ezt nem tudom, ezt én régebben úgy csináltam, hogy harc volt, tudod, és akkor így elvetődtem. Tehát ilyenrel is el lehet vetődni, és akkor valamikor így meglőnek, és akkor így nem tudok mozogni. És akkor múltkor olyan volt, megint, hogy oda kell vinni. Bugoltatósnak kell. Igen, így mondták, meglövik a lábad, igen. Meglövik a lábad, és azért nem tudsz mozogni. És akkor így egy helyben így sétálok. Igen. Yeah. Ezt nem lehet se, hogy csak anyád. Mit csináltam? Nem bírok elmenni ott. Mert olyan közel álltam a falhoz. Körbe kell jönnöm. Oh, na, akkor itt van egy olyan statisztika. Erre nem lehet rákattintani még. Igen. Majd a fórumot, meg a bugok, hibák, topikot majd leírásba tedd be. Oksa. Tudtok írni, hogyha valami bugot észleltek, amit az fejlesztők megnéznek, kijavítanak. Van nekem itt egy kis BMX-em, amit nagy erőszerzettel szoktam használni. Na és meg is jött a fizetésem! Igen, van adórendszerünk is, amely ugye óránként jön. Talán is azt mondom, óránként jön. A banki kamat viszont az nem olyan, mint CNTM. Igen, nekem itt van, nem tudom mennyim. Más százalék van rajta. Mennyit raktam be? Van vagy 500, és akkor bankkamat 5 dollár. Nekem. Járműadó nulla. Pedig van egy biciklim. Hogy arra az... Ja, kemények vagyunk, és biciklivel járunk. Te találsz, és azzal én meg vettem sajátot. Nekem is van sajátom, csak amit találtam, az jobb. Igen, yeah. ott van egy... Ágyikó, egy kanapé. Ott szoktak a niggerek minden nap szívni a jointot. Itt fut valaki. Én egy kedves barátunk mögöttünk. Én már! Te vasz kolléga. Egy másik barátunk. Éj, az le akar minket ütni. Még az út közepén mész. Mi van? Ja. Ja? Elena Mercer. Te itt afkolsz össze-vissza, mi? Mit képzelsz? Várjál már. Jó. Itt van a városháza, és itt lefordulok szerintem, mert ott van egy jó kis sövény, és ott nem tudok átmenni. Terüld meg! Jó, tudom.
Nem látta senki. Ez mi volt? Nem tudom, de kicsit laggoltál Mintha nekem nekem egyet. neki mentem volna valaminek. Ja, egyébként a motort azt a betűvel tudjátok beindítani. Egyszer megnyomjátok és beindul Milyen a motor. Motor? Nem. Az autó motorja. Spéccel pedig ki tudjátok engedni a kéziféket, vagy akár be tudjátok húzni. Ez a Spyro ügyes voltál. Mi a szart csinálsz? Is lehet. Ja, értem. Akkor repülővel is lehet? Egyébként neked a... Semmi. Mit akartál? A kezedbe ott van a doboz? Aha. Te rendesen a kezedbe Aha. tartod? Csak te nálad valami kobagos. Jó, mert nekem egy kicsit bugol. Nekem ott van az anim, és ott mellettem így repked a doboz. Amúgy... Lehet, hogy ez csak nálam van, vagy nem tudom. Akkor láttam nálad is tegnap. Igen. Aha. Akkor még ez a bug előfordulhat, gyerekek, de hát szerintem ez legyen a legkisebb gondunk egyébként. Meg itt vannak ilyen kis dobozok a levegőbe. Az is a legkisebb gondunk. De nem, nálam sem viszem normálisan, csak... De valamikor úgy viszem, nem tudom. Valamikor. Jó, még van mennyi doboz? 3. És ezt most ja. el kell vinni a városháza mellé. Jó. Jó. Frakciókról mondjál valamit. Neked van egy frakciód, ugye bár? Nincsenek benne De... frakciók. Igen, van egy frakció, majd arról is készíthetünk az videót, hogyha pályagot barátunk úgy szeretné. Úgy szeretné, igen, ugye? Úgy szeretné. Igen, én tudom, hogy úgy szeretné. Ez egy autós banda egyébként. Brutalwell Stealth Partner. Ez olyan CMTA. A becsületes neve. Smoky Copy. Ja. Na, mit dudál? Smoky FSG. Ugye, ott több autós banda is volt. Én például Smoky is voltam. Voltál. Ja. De... Munkák, az előbb nem jutottak eszembe a munkák, elnézést. Van ugye a csomagszállító, amit most próbálunk ki, vagyis ott mutatunk be. Van még a pizzafutár, van a közterület fenntartó, és targoncás van még. Amit szépen lassan be fogunk mutatni nektek. Külön videóban. És olyan helyre kell vinnem, ahol én nem vittem. Az autópálya... alá. Szép volt, kiszedtél egy oszlopot? Én nem láttam. Visszajöttem így... abból, és így kiszedtél egy oszlopot. Hát... nem tudom. Várjál, Tarna. Hol... ja, ott van. Spyro dolgozik, látjátok? Ez egy új dolog. Itt, hova még? Itt van, itt. Ja, ide. Várom. Frakciók egyébként, mielőtt valaki kérdezni, frakciók azok béta után lesznek. Legalábbis én így informálottam, hogy béta után lesznek, ami nem tudom, hogy mikor lesz. Mivel se admin, se egyéb más nem vagyok. Hogy ilyenről még. Informálódjunk. Még nem vagy ott. Jaj, most. Összetörtem az autó. Nem is leszek szerint. Nem is leszek szerintem. Hát amilyen izé vagy, nonos, meg fa... Igen, nonos, ez az... Na most el kell... Amúgy nem, adminnak igazából volt admin jelentkezés, ugye. Még annó, amikor indult a szerver, és előtte. És... oda például nem jelentkeztem, mert hogy én inkább RP-zek, mint hogy adminkodjak. Olyan. Nem úgy vannak normális adminok, sőt, nem minden admin normális. Most arra leszek kíváncsi, hogy... Még. Hogy itt most hol fog, hogy fogunk elférni. Hogy? Mert a srác nálam elég élag. Így, látod? Így, nálam is, de így elférünk. Tökéletes. Várjunk, erre megyek.
hogy milyen lesz a videóban a hang, mert konkrétan most annyira fáj a hátam, hogy mindig oda kell hajolnom a mikrofonhoz, mert ez ilyen kis álló szar. Én tökéletesen hallok, szóval a tökéletes hangú is normális lesz. Szájgat adjak egy GPS. Úgy kicsit így, mintha így el lenne csúszva az egész bizé, minimap. Vagy nem is úgy a minimap, hanem így. Hogyha most például balra fordítod a minimapot, akkor jó. Ha így nagyon balra. De amúgy, ha így előre nézek például, mert a kocsi néz most, akkor arra van csúszva. Jó. Itt. Tesszük olyan nagy probléma. Jó. Tehát mit csinálsz, ember? Mindegy, kezdek éhes lenni. Ja, játékba. Én. Játékba. Meg itt is. Na jó, leszállítottuk, elmegyünk szépen. Na, és ugyebár most vissza kell menni a térképen látható kék emberkéhez, ahova reméljük, hogy Spyro-t eltalál és nem téged el. Visszamegyünk szépen. Kék lassan. Igen. Igen, másik sávon, jó, fiam, ez az. Olyan, ezzel a nagy szarral olyan nehéz kanyarodni. Hogy... Na, ez most jó volt. Ez is jó, jó volt. Balos! Aszta, itt egy jobbos. Aszta! És itt, ahogy láthatjátok, bal oldalt van a CP, ugye fel kell venni a kocsit. Nem oda kell belállni. Itt betaladtok oda a zárófeltöltésre, szépen oda bementek, egyre jobban oda zoomol egyébként. És tőlem is le van 12 dollárt, ez az. Ez az! Ne üljetek be mellé, ha a haveratok mellett vagytok. Árufeltöltés sikeresen megtörtént. Nye, két dobozod van szerintem, nem tudom úgy. Szóval... Ó. Van dobozunk. Itt a BMX-em. 20. Az ott ilyez. Azért az enyém nem tudom hol van, az enyém eltévedt valahol. Ezeket loptad el itt múltkor, ezeket a mountain bike-okat. Na, a mountain bike-ot tudtam lopkodni. Egyet van a srácok, ez a videó, következő munkával jelentkezünk, ami melyik lesz, a pizza futár? Vagy még hát, nem tudjuk, és... Majd. Szépen föntről lefele, nem tudom melyik. Azt mondom, a pizza futár jön, szóval valószínűleg érzem. Egyet van a videó, köszönjük a figyelmet, itt voltam Triton. Sziasztok! Sziasztok!